Mutass rá, hogy mi az a jó, amit szeret benne. Mit ne szeretnélek, ha egyszer te vagy a férjem? Azért, mert a férjed vagyok. Miért tele? Húzzak. Bocsánat. Miért nem vettél el valami okosabb nőt? Ez csak egy másik helyről szólal meg, amire ő azt mondja, hogy végre vazd meg. Így is tudsz beszélni? Vettél volna okosat! Nem én kényszerítettelek. Hoppá! Magát csak még haragudni is tud. Különleges helyzet Platonovot csinálni, egy társulat számára is, egy rendező számára, és nagyon sarkalatos módon egy dramaturg számára is. Csehov 17 éves korábban kezdte írni ezt a művet. Olyan hosszú, mint a Sirály, a Cseresznyésgert és a Bánya Bácsi egybe. Ez a példány, amit mi ebből előállítottunk, tulajdonképpen olyan, mintha négy felvonásból csináltunk volna egy felvonást. Férfinő viszonyokról fog szólni. Hát nekem is, mint másnak. Nekem is van családom. Családom van! Legtöbb szereplőnk alulról vagy felülről közelíti a 40-et. Tehát egy olyan történettel szerettem volna én foglalkozni, ami valahogy ennek a rémületéről szól. Most akarok élni, és nem később. Nagyon fiatal vagyok. Születésnap éjszakáján vagyunk, ahol mindenki elég sok alkoholt fogyaszt. Ez is rendkívül fontos a történet szempontjából. Na gyere, haza viszlek. Na! Feltehetőleg apátlanul, apátlanság címen képzelte el ezt Csehov, azért Platonov címen játsszák, mert hogy Csehov későbbi darabjaival ellentétben ez kifejezetten egy figura köré épül. Egy darab van még, ami ilyen típusú, ez az Ivanov. Mit tettél? Az ő esetében azért van egy komoly probléma a monogámiával. Számodra ennek az estének annak kell lenni, amikor azt szeretnéd, ha ez most tovább lépne. Részeg vagy? Örülök neki, hogy végre oldódnak a gátlások, vagy sajnálom, hogy részeg vagy, mert akkor... Hát szerintem az kéne, hogy... Szerintem fél három van, és tudja, hogy ilyenkor mi szokott lenni már. Első mondatok olyan furcsa. Próbáld meg azt mondani, hogy szia. Szia. Részeg vagy. Ja? Részeg vagy. Gazember vagy, Kolja! Gazember vagy! Hagyjál már aludni. Hagyd az oknék, Barna. Hagyom az oknék? Nincs a színházi idő, ami ezt kivéli. Egy rövid részt felolvasnék Csehov egyik leveléből, amit egy nézőnek írt, aki megnézte Stanislavski által rendezett darabját. Ön azt mondja, sírtak a darabjaimon, és ezt nem csak ön mondja. De hát én nem azért írtam őket, hogy ilyen sírós dolog legyen belőlük, én mást akartam. Én csak őszintén meg akartam mondani az embereknek, értsétek hát meg, milyen rosszul és unalmasan éltek. Mi ezen a sírnivaló?